Egy gála műsor paródiája jelenik meg idén a Karnevál Színház színpadán, a darabot Vinnai András írta és rendezte. Eszembe jutott ez az egész forma, hogy nem egy hagyományos értelemben vett színdarabot akarnék csinálni, hanem egy ilyen kis gála műsorszerű paródiát, amiben mindenféle műfaj képviselteti magát. A szombathelyi szórakoztató szupergálának, ahogy a címe is mutatja, Szombathely a fő témája. Sok benne a zene, egy énekesnő például arról dalol, hogy a világ legszebb helyein is csak Szombathelyre tud gondolni, és ide vágyik vissza. Bár a darabhoz illően ennek a hangvétele is humoros, Mari Dorottya megcsillogtatja kiváló ének tudását. A fejlődnek hígyai, a fények milliárdjai, a műsorok a Szombathelyi tévén. Van, aki verset mond, egy színdarabban pedig egy római házaspár és a hunok találkozását tekinthetjük meg. Lebontják a házat! A leállt, különben hova állítanám fel a jurtát? A darab játékosan jeleníti meg a vasizalai ellentétet, említik a város nevezetességeit és a hétköznapok helyszíneit is. A tököli lakom a szolányunk felett! A rendező budapesti, a darab megírásához internetes kutatómunkát végzett a városról, Szombathely a szívébe lopta magát. Nagyon tetszik, én ilyen nagy bringás vagyok, és iszonyú jól lehet biciklizni, nagyon klasszak a parkok, a főtér, az egésznek a hangulata nagyon megérintett, szóval ilyen tényleg nagyon jó hatással volt rám, azt hiszem, Szombathely. A darab igazi nyári színházba való, könnyed és szórakoztató. 10 előadás lesz belőle. Tehát nem vagyunk tőle szomorúak. Hát ez így készülünk, laza is a próba folyamat. Tehát, hogy az egész sokkal felszabadultabb, lazább, könnyedebb, és reméljük a közönség is nagyon jól fog szórakozni. A premier csütörtökön este lesz a Vármegye udvarán.